Na csáó, sziasztok, én Arp vagyok, és itt vagyunk a GTA Online-ban, és be fogtam mutatni ezt a kocsit, ami a Karin Bor névre hallgat. Nézzük is, hogy mire mintáztak ezt az autót. Ez a második generációs Subaru Briten alapul, és egy-két Toyota modell tervezésével, például a 1980 és 84 között gyártott Toyota Cresta, abból a fő elemek a fényszórók, a hűtőrák, valamint a negyedik generációs Toyota Hiluxból a motorháztető és a hátsó lámpa. És ennek az autónak az ára 1.280.000 dollár. Menjünk is, és tuningoljuk föl. Na hát ugye, szokásos alapok. Nézzünk első lökést, hogy mik itt a lehetőségeink. Hát most is ebből ilyen rally autót lehet csinálni lassan. Hát, nem túl meggyőzőek. Hát szerintem itt az alap az teljesen jó lesz. Hát ugye le lehet venni. Na igaz, a színre fújt, ez nem annyira lenne rossz, de... Nem, hátul is marad az alap. A motor. Kipufogó. Oldalsó. Ó, menj ma. Az elég hülyén néz ki így. Erre az autóra rohadtul nem illik, még az oldalsó, azt mondom, hogy legyen oldalt, az oké. Ó, ugye ez az, ami akkor, ha vízbe megy, akkor a motor tudjon levegőzni. De nekünk nem kell rá. Nem, én nem fog vízbe járni vele. Ó, ez nem rossz. A tipikus Subarus. Kint a turbo, kint az egész motor. Azért ennyire ne durvoljunk. Ez teljesen jó lesz. A lámpa. Akkor a neon az majd ugye a szintén fog függni. Lányatok, itt van mondani, mit akarok. Hú, ez egyszerű, de nagyszerű. Hú, egy csíkkal is van már. Hát ez ocsmány, mint a szar, ezek is. Ez még azt mondom, hogy teljesen oké. Tehát is. De milyen szint kéne ennek az autónak adni, hogy jó legyen. Nézzem meg egy pirosat. Hát nem is tudom, ez is. Ez is, az még nem annyira rossz. De a piros az nagyon nem, még talán zöld. De abból ugye ez a lime green meg ezek, hanem a sötétebb. Az abban, hogy a sötét zöld, meg akkor nem látszik a felirat rajta. Na majd megy, már ez sem lesz annyira hozzá. Jó, mégis lime green lesz. Alul felül. Crew emlékben, ahogy tudtok csatlakozni, ha szeretnétek. Link a leírásban. Tető. És kamer ki lehet nyitni. Fúj. Bíztam benne, hogy el lehet távolítani azt a napfénytetőt, de sajnos nem lehet eltávolítani. Akkor leültetjük. Váltó. Ó, hát ugye be lehet ponyvázni, menj már. Mert ide biztos, hogy rakunk valamit, a 100%. Ami ez csirka szállító, baszod. Ez megint nem rossz. Esküszöm, hogy illik rá, csak az a baj, hogy ez ilyen egy túl parasztos autó lesz. Meg ezek amúgy tetszenek. Ezek meg főleg a lámpával. Rakjuk rá. Turbo. Felniből mit tudunk rávarázsolni?
keresek is valamit. Itt be van valami, ami passzolna alá. Ez még egész jó is. Tényleg ennek van lime green-je. Hát nincs. Még ez ami így nagyjából hasonlítana hozzá. De eskü jól áll neki. Azt bebasszuk alá. Oké, kületetlen kerék. A gumifüstünk ugye értelemszerűen zöld lesz. Az ablak, és akkor visszavagyunk még. Rárakjuk a neonból a zöldet. Oké, megvan. És akkor menjünk egy másikra, és akkor megnézzük, hogy mit tud ez a verda. Na, akkor itt is van a másik, csak nézzük, hogy mit tud a bor. Korábban mentem már itt a Monstrosity-ben, azzal egy 1.17.377-es kör tudtam futni. Ezzel meglátjuk, hogy mit tudunk elérni. Kiderül. Rajta szép volt. Jól elrajtolt a járgány. Összességében amúgy tapad eléggé a terepen. Ahhoz képest. Szóval jónak tűnik, hogy szépen átugrott az ugratókon is. Néha egy kicsit azért szeret csúszkálni. Ezek egy féktávot. Kanyarodással, hát aszfalton teljesen jó. Itt azért néha kicsit bizonytalan az ember vele. Láthatjátok, eléggé balra-jobbra áll mindig a kormány. Nem olyan hú, de tapadós. Pedig az elején úgy tűn. És hiába fékezek, nem áll meg. Hát eléggé bizonytalan lenne azért így terepen. Szerintem ez aszfalton sokkal jobb lenne. Meg se állít se. De egyszerűségében de nem tudott olyan rossz időt a Monstrosity-hez képest, csak az a baj, hogy ez megy balra jobbra ez az autó. Ez az verseny semmiféleképpen nem ajánlom, főleg offroad versenyre. Még aszfaltos verseny, azt mondom, hogy de oké, vihetitek, de ha vihetitek éppen offroadosra is, csak akkor nem biztosan nyertek vele. De ez aszfalton sokkal jobb. De hát remélem ez a videó nektek tetszett, hogyha így van, csapassatok egy lájkot, iratkozzatok föl, csekkoljátok a leírás, gyertek GT Clubba, legközelebb jövök vissza, sziasztok! 1, 2, 3, 4.